Sziasztok! Szeretettel köszöntelek bennetek, én Varga Eszter vagyok, és aki már régen óta hallgat, megszokhatta, hogy mindig van egy heti téma, vagy egy ideje már van egy heti téma. Most is itt van, kicsit megkésve, mert annyi minden történik, olyan átalakulás van bennem és körülöttem, ami miatt minden változik, és ez a legbiztosabb dolog az én életemben, hogy minden változik, hiszen folyamatos belső tisztításban vagyok. Ezért már a Facebook oldalamra is kiírtam, hogy változás fog történni. Nem tudok sokáig egy dolgot huzamosan ideig csinálni, tehát hogy hetente újra és újra ugyanaz legyen a séma, a motívum. Egyrészt azért, mert a belső minőségem olyan, ami nagyon-nagyon kreatív, és nagyon-nagyon az újításokra törekszik, másrészt pedig, mivel belső tisztításban vagyok folyamatosan, tehát magyarul a karmajoga technikákat használom, és minden, ami megjelenik a térben, azt felhasználom arra, hogy az elengedést gyakoroljam, és egy új szinten megnyissam magam, ami ugye az öröm, boldogság, a bőség. Úgyhogy ebből kifolyólag, ami múlt héten még rendben volt, az ezen a héten már nem biztos, hogy rendben van. Mert már más lesz az igényem, más lesz a gondolatom, más instrukciót kapok, hogy merre menjek, mit csináljak, és egy folyamatos változás az életem. Úgyhogy egy kicsit megcsúsztunk, de itt van a heti téma. Felolvasom nektek azt a történetet, vagy azt a idézetet, amivel most tudunk dolgozni. Az a címe, hogy egy kapcsolatban a fásultságot azzal lehet elmulasztani, ha adunk. A fásultság van a kapcsolatunkban, az azt jelenti, hogy elakadtunk, fáradtak vagyunk, és azt is, hogy áldozatokat hozunk. Választhatunk más utat is. Dönthetünk úgy, hogy többet adunk magunkból, és kimozdulunk a látszat cselekvésekből, hogy valódibb kapcsolatot teremtsünk. Ha igazán adunk, azzal előre haladunk, és módunk van elkapni. Ha adunk, akkor érezhetjük a saját nagyvonalaságunk okozta örömöt, és megláthatjuk a legjobb önmagunkat. Minél többet adunk, annál jobban tudjuk, hogy kik is vagyunk valójában. Néha úgy érezzük, hogy semmink sem maradt, amit adhatnánk. Ha Isten segítségét kérjük, akkor megtaláljuk, amire szükségünk van, és ami éppen elegendő ahhoz, hogy tovább léphessünk, és visszakerülhessünk az élet körforgásába. Na, ez lenne a téma. És ugye hát mindannyiunknak vannak olyan kapcsolatai, amikben éppen pont nehézség van, mert vagy benned van nehézség, vagy a másikban van nehézség, de hogy nehéz kilépni abból a gondolati mintából, ami éppen bennünk van. Ne ragadjunk bele, hogyha már ugye megkaptuk a bolondlapját, elindítottuk a szenvedélyt is magunkban, egy új szinten nyitjuk meg magunkat. Lehet, hogy ott vannak bennünk a nehézségek, amikkel folyamatosan dolgozni kell még, mert ez ilyen, mert amíg élünk, addig ott lesznek bennünk a nehézségek is, és azokkal dolgozni kell, de mindig figyeljünk arra, hogyha van lehetőségünk megnyitni magunkat egy új szinten, és ezen a héten is van lehetőségünk, bár mindig van nyilván, de hogyha most velünk haladsz, vagy velem haladsz ezen az úton, akkor most felpendítheted ezt magadban, hogy adsz egy olyan helyen, ahol eddig nehezedre esett, mert benned volt rossz érzés a másikkal kapcsolatban. Ugye most a halállapjával kezdődik itt a kivetés. A halál az mindig ugye egy megújulást jelent, az azt jelenti, hogy vége egy korszaknak, vagy egy teljesen új korszak elindul, és valamit befejezel, egy új ciklust, egy teljesen új ciklus elindul. Hát, ha például eddig nehezedre esett egy olyan kapcsolatból kilépni és adni, ahol bezárkóztál, mert nehézséged volt a másikkal szemben, akkor nyúljál előre és adjál neki. Így tudsz kimozdulni abból a fásultságból, ami benned van. És hát ezt, ahogy az érmék 8-as is mutatja, ezt lehet, hogy most még tanulnod kell, önmagadnak is tanulnod kell ezeket a lépéseket, és légtürelemmel a másik iránt is, de a céljaid felé menjél, hogy neked az legyen a célod, hogy a fásultságból kijössz. És aztán
A kardok napját pedig azért kaptuk, hogyha megnézed, ugye a kard az mindig a gondolatoknak az erejét mutatja, és itt olyan, mintha ez a hölgy egy szakadékon át egyensúlyozik. Tehát, hogy azokat a gondolatokat, azokat a céljaidat, amivel elindulsz, hogy a kettőtök között, vagy a kapcsolatok között, vagy a közösségek közötti szakadékot áthidald, azok a gondolatok ott vannak benned, és mint egy hírnök, mint egy ilyen törekvő, hát egy hölgy, igen, ez egy hölgy, aki törekszik arra, hogy áthidalja ezt a nehézséget, de benned is ez legyen, hogy türelemmel és mégis határozott előrelépéssel, és hát a halál után ugye a feltámadással. Úgyhogy támadjunk fel egy új szinten, és adjunk. Az a legfontosabb, ha megtanulunk adni olyan helyzetben, bármilyen nehéz helyzetben, akkor is, hogyha csalódottak vagyunk, féltékenyek vagyunk, vagy neheztelés van bennünk, áldozatok vagyunk, ha akkor megtanulunk adni, akkor azonnal felszabadulunk a nehéz érzésekből. Úgyhogy nem érdemes hátravonulni, nem érdemes kilépni a dolgokból, egyszerűen csak adni, 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 mert ez vezet oda, hogy az, akihez te valójában tartozol, az meg fogja tudni fogni a kezedet, és aki ezt meg nem tartozol, az meg úgysem fogja meg, de a lényeg az, hogy mindig adni tudjunk, mert az adásban mi szabadulunk föl valójában. Ez egy csodálatos út, és nagyon különleges lehetőség azért, hogy bennünk ne legyen neheztelés, mert annál nincsen fontosabb. Kívül valójában mindegy, hogy mi van, valójában mindegy, hogy ki mit gondol. Valójában mindegy, hogy mit gondol rólad az anyukád, a párod, a gyereked, mert ha az anyukád rosszat gondol rólad, akkor miért nem nevelt meg másképp, ha a párod rosszat gondol rólad, akkor miért pont téged vett el? Tehát az az ő karmájuk, a te karmád az benned van. És ha benned a szabadság megszületik, a szeretetből fakadó szabadság, nyilván csak az a szabadság, ami szeretetből fakad, a többi az csak műsor, az csak kifelé mutató állarc, de belül ugye megmarad benned a rossz érzés, úgyhogy, hogyha megtanulod ezt a valódi szabadságot, ami az adásból, az odaadásból van, és abból, hogy a lélek nem vág vissza, hanem a szeretetet keresi mindig minden pillanatban, egy magasabb nézőpontot, akkor ki tudsz jutni a nehézségeidből, és benned valódi szabadság lesz. No, ez lenne a heti téma, úgyhogy jó munkát kívánok hozzá nektek, és ha valaki egyéni konzultációra szeretne jönni, akkor a videó alatti leírásban mindent megtalál, nagy szeretettel várlak bennetek, különleges lehetőség, ezt mindig elmondom, és számomra is öröm, hogyha engem választotok, hogy megmutassam, hogy milyen karma körben vagytok benne, hogy tudtok belőle kijönni, milyen képességeitek vannak ahhoz, hogy ki tudjatok belőle jönni. Úgyhogy, és hát a Tudatosság Tudománya workshopra is várlak bennetek, még lehet jelentkezni, még vannak helyek, úgyhogy nagy szeretettel várlak bennetek minden programomra. Jó munkát kívánok nektek, mármint jó feladat a megoldásokat, mert feladat az mindig van életünk végéig, szerencsére, úgyhogy sokáig éljünk. Ez is egy ilyen alkalom lehet ezen a héten. Hajrá, jó munkát, minden jót nektek. Sziasztok!